Hello, hello, Sanya vagyok, üdvözöllek titeket, és akkor a mai rész a Scar Mechanic Simulatorról szól. Nincs a garázsunkban semmi, úgyhogy hívjunk be valami gépjárművet, amit tudunk is szerelni. Oké. Az egyik kedves néző mondta, megszereztem 3000 XP-t, tehát majd ki tudunk már menni a szabadba. Annyi, hogy ennél a kocsinál nem láttam futómű problémát, úgyhogy majd a valószínűleg a következő kocsi az tesztvezetéssel fog zárulni, vagy kezdődni. Na, nézzük, milyen problémák vannak itt. Kopogóhomba motorból ismeretlen alkatrész, és ezt hol tudjuk majd megnézni. Szétszerelése valószínű. Oké, légszűrő, olajszűrő, üzemanyagszűrő. Ebből kettőt fent tudunk szedni szét. Szívfeszítő, vezérműszi, vízpumpa, azt mind a hármat ki tudjuk fent cserélni, ez pedig az összes lent. Na, akkor itt szívfeszítőről volt szó. Váltsunk meg egy kis nézőt, jobban látjuk a dolgokat. Na, azt mondja, hogy nekünk ezt kell leszedni, mert ez hibás. Illetve vízpumpa, azt kell leszedni. Az is csak 19%-ú állapotunk. Igen. És vízfeszítő, vezérműszi és vízpumpa, tehát még a vezérműszíjat is le kell szedni. Akkor összedjük egy-két alkatrészt, még ahhoz, hogy hozzáférjünk a vezérműszíjhoz. Így is, akkor ezt a 10%-os vezérműszíjat leszedjük. Na, akkor következő volt 3 darab szűrő. Itt van egy üzemanyag szűrő. Nagyszerű is levegőszűrő is volt, ha jól tudom. Nem, itt egy fentebb. Aha, légszűrő. Tehát akkor ezt is lekapjuk innen, mint ha leszettük a kapcsokat. Na. Úgy. Másik oldalról is a kettőt. Jó, már csak olajszűrő van, az pedig alulról. Na, vásárolgassunk akkor termékeket. Azt mondja, hogy szűrő, leszedtük a légszűrőt, üzemanyagszűrőt. Nem tudom, milyen olajszűrő lesz, úgyhogy ezt még nem vásárolom meg. Akkor szedtünk le vezérműszínyat. Sima. Ilyet vettünk le, akkor vettünk le tífeszítőt, karosat, igen, ezt, és vettünk még le vízszivattyút, vagy igen, vízpumpát, az R4-est. Jó, mehetünk, ezeket beszereljük. Jó, mehet vissza a vezérműszi. Természetesen az új. A burkolat 4 csavarra. A vezérmű, vagy főtengely színeink. Egy feszítőgörgő. Jöhet a vízpumpa, igen, az új. Jó, jöhetnek vissza a szíjak. És fejhet a feszítő. Nagyon jó, akkor egy levegőszűrő. Egy pedél, 4 kapocsra. Belendültem. Egy kicsit hiányzott a gépjárvás közben egy kis szimulátorozás is. Mondom, akkor most legyen az. A végül is felváltoljon a kettő ki. Úgyhogy nem fogom legalább megvonni egyiket se. Jó, elméletleg kiszedtem mindent.
Igen, ez már beraktam, ezt is, ezt is, ezt is, meg ezt is. Na, akkor ezeket megcsináltuk. És akkor egy O betűvel kopó hangomotorból, amúgy ezt nem fogjuk tudni. Csak ha megvizsgáljuk, csak nincs hozzá XP-m, hogy a műszert elővegyem, és megvegyem. Kíváncsiságból egy hármassal meg tudja nézni, mi a problémás terület. Nem tudom megnézni a dolgokat, mert ez mind szétszereléssel lehetne megvizsgálni. Engerfány. Lehet szét kéne szedni az egész motort, mert csak úgy tudom megvizsgálni, mi a problémás terület. Még ahogy visszaraktam a szíjakat. Na mindegy. Félkapunk mindent. Jó, ez 82%-os volt, ez 72. Nem akarok olajat rakni vele. Igen. Mindegy, leveszkodsz el a fedelet. Jó, itt látunk-e valami problémás területet? Nem. Jó, gyertek, már kivettem. Ja, kicsekedték. Ó, de jó, hogy még mindig izével tudom megnézni. Csak szétszereléssel, hát akkor szedjük szét darabokra, akkor ezt az egész kocsit. Nem, összefel akarom lakni, szét fel leszedni. 84%, 74%. Csak szét kell szednem megint ezt a vezérmű burkolatot. Úgyhogy oké, hogy gyors szerelés volt, csak most csak szedhetem megint szét. De már van gyors szerelésünk, úgyhogy meg tudjuk oldani ezeket. Bekapjuk hamar. Ó, az érműszint is akkor bekaphatjuk ezeket. 87%, 87%, 73, 73. Ezt is le kell kapni a futtumot. 83%-os volt, úgyhogy nincs a probléma, de mélyebben lesz ott a motorban a probléma. Jó, akkor ezt még nem tudjuk leszedni ettől. Jó, kik a fogócsonk. Jöhet le a hengerfej. Széjjel kapom darabokra egész kocsit és a motort. Lássam, hogy mi a probléma. Na, álmosat tudom most vizsgálni a dolgokat. Kompresszió mérővel tudnám vizsgálni, tehát nem, akkor kapjuk szét. Igen, korvációt úgy lekapjunk. A generátort is. Motorblokk. Na, úgy látom, most már fel kell emelni a kocsit. Csak úgy tudom leszedni, ha leszedem a olajtankot. Úgyhogy mehet az állványra. És ezen előre
Mik vannak? Behívjuk a következő kocsit. Betöltök a képernyőnek, azért rakhattak volna valami mást is. Mindegy, csak ez a képernyő, de mindegy. Oké, na. Ahogy most gondolkozok a tesztvezetésen, az lehet, hogy ki is derült volna maga mi kopoghat motorba. De most szép terem darabokra az egész. Új, de sok olaj van benne. Ismeretlen állapota. Mindegy, egy hármasra meg tudjuk vizsgálni. Négy számban egy. 82. Nem tudjuk megvizsgálni. Jó, ez a 27%, akkor ez azzal, hogy bástérnék. Egyessel ki is kapjuk innen. És reméljük, akkor ez volt a problémás terület, de meg is nézhetjük. A kicseréljük ezt a főtengely. Lakács fedelet. Jó, hogy már nem is kell nézegetnem. Nem is kell nézegetnem, hogy mit szerek ki. De azonosítom, hogy kb. Honnan szedtem ki. Beírtam, hogy főtengely, legalább nincsen ilyen, hogy... Jó? Nem kapja össze szerelő mód. Na, nem akarok lépni. Én nem tudok belépni a kocsival. Na, azért. Igen, kettő összeszerelő mód. És... Ah, de kicsi helyen van. Az újat berakjuk. És akkor most megnézzük egy O betűvel. Na, akkor meg is lett a fél tengely, egy csapágy felé volt, amit ki kellett cserélni. Na, így szétszedéssel is megoldható a probléma. Jó, alulról csak ennyit tudtunk visszavárakni. Nekünk egy olajszűrőt ki kell cserélni. Meg... itt látjuk, hogy van egy rozsdás alkatrész, úgyhogy... ez már itt nem is lefele ezt a kereket. Egy fél nyerget lekapunk. Aminek egy 100%-os az állapota, majd odálltam a fékbetét is. Kivás meg a fékkárcsa is. Jó, igen, és akkor mik voltak? Igen, fékbetét, minden négy fékbetétet le kell szedni. Meg egy fék, erre és egy hűtött fékkárcsa. Akkor mindent kiszedtünk, mert csak a három oldalról kell még a fékbetétet cserélni. Ezt majd visszaszereljük. Itt meg az olajszűrőt kell, nagyszerű, akkor már csak a 4-3 kereket kell lekapni. Hogy az összes fékbetétet leszedjem. Jobb belső. Jobb belsőbe kell a féknyelget visszarakni. Hú, ez hány százalékos? 80%-os, majdnem 100%-osnak nézett ki. Ez a fék... egy fékmereg. Igen. Hát igen. Minden is leszettük, és akkor mehetünk a másik oldalra. Jó. Még egy fékmereg és egy fékbetét. Kivétele is akkor lehet vásárolgatni. Tudunk javítani valamit? Hát nem olyan. Ezt tudtuk volna javítani? Nagyszerű. Jó, nincsen semmi. Amit tudunk javítani, mert a... ezt a csapvágy fedelet... már kicseréltük.
4 végbetét és egy oltszűrő. Olaj. Még jó, hogy olajat nem kell vásárolni, ez van nálunk. És betét. 1, 2, 3, 4. És még kellett egy darab nyereg. Jó, megvásároltunk mindent, amire szükségünk van, és akkor a jobb első. Ide kellenek az új alkatrészek, kellett még egy féktárcsa is. Elfelejtettem. Csak milyen kell, hűtött vagy csak sima? De szerintem előre kell, tehát hűtött. Tárcsa, tárcsa, tárcsa. Itt van hűtött féktárcsa, nagyszerű. Akkor fék. Hűtött féktárcsa. Nagyon ott vagyunk. Mert az összeszerelés... Igen. Jöhet rá a fékbetét. Féknyereg 100%-os, igen. Mik volt a hibás? Jöhet a kerék. Csavarjai. Jöhet a másik oldal. Na, ahogy elvesztem a motorszerelésbe. Újján jól megcsináltam a... Mondjuk, hogy szép kellett szedni az egész motort. Hát, meg végül is. Majdnem az egész motort. Na, akkor itt is össz... rárakjuk a fékbetétet. Fékpofán. Vagy féknyereget. Hát, túl van fékpofán. Vagyis a dofékeseknél. Jó, mehetünk át a másik oldalra. A motorhoz még a olajszűrőt kell visszaraknom, mert majd felengedni a motort olajra. Igen, akkor ide jöhet a hátul vagyunk. Akkor jöjjünk előre, és jött vissza az olajszűrő, az újat, és engedhetjük le a gépjárművet, amíg lemegy, addig megkínálom magam egy kis vízzel, ha nem haragusztok. Na, akkor kapjuk össze a motort. Kettes. Jöhet vissza a generátor. Igen, kormányszerről szivatjunk. Jöhet vissza a hengerfej. Megfelelő nyomatékot természetesen meghúzzuk. Vezérműtengelyek. Ez elég baj, hogy nem egyformán kaptak. Na, jöhet vissza a szelepfedél. Mekkora tapasztalati szinteket kapok. Egy csavarral is kapok egy szintet. Üzemanyaghíd. Fiótyunk. Igen, mert 3349-es XP-n van. Ha nem. Azt hiszem egy csavar, egy XP. Na, az utolsó csavarnál ad hozzá egyet, aha. Folytótelep. Na, hogy jöhet vissza. Burkolat. Utána a szívfeszítő. Vagyis feszítőgörtő. Vezérmű, főtengészik tárcsa, a vezérmű már benne van. Igen, egy vízpumpa, azt nem tudjuk ezt, hogy ezt nem eladtam a resztokat, hogy látszik. Egy szíj, két szíj.
kifeszik egy olaj. Ja, szétszerelővel. Ezt mindig teröntöttem, de nem kell teröntani, csak egyet kell berakni. Mi vokált szava már nézhetjük? Sose néztem ezt. Ó, de jó. Sajnos az szintet a max és minimum jelölés között. Most tiszta olaj van benne, de jó, mert ezt is meg lehet vizsgálni. Nem is figyeltem. Na, azt mondja, ó betű, kicserélted mindent, úgyhogy munka befejezése. Mi nincs kész, mert nem laktunk bele. Ja, ott persze. Én nem laktam bele a gyertyákat. Igen. Még a motor nem fejeztem be, igen. Jó, jöhetnek a trafókra. Jó, akkor mi van még nálam? Ja, kipufogó. Csonk. Nagyon jó jelent a fedél. Na és akkor most, mi van még nálam, ezt kicserélt. Ezt is vásároltunk ezekből. Mivel most rengeteg pénzem van, és idegesítő ez a két dolog, ami itt van, ezért most eladom. Tudja, hogy a következőnél kell lesz amúgy. De mindegy, nem érdekel. Nagyon idegesít, hogy itt van. Itt legalább üres nekem az inventory. Jó, és akkor most nem mozgással, hanem a befejezéssel végeztünk, és akkor jöhet a következő gépjármű. Aminek kopogó hangok vannak a motorjában, vezérlés. Kevés hibát, mint kiírja. Itt a gyenge fékhatás. A gyenge fékhatás és a kopogó hang a motorból. Most ezt megnézzük, ha már úgyis elértük a szintet, hogy tesztvezetés legyen. Ezt most feloldjuk. Nincs tesztvezetés, valaki írta, hogy van tesztvezetés, nincs is. Akkor még kapok 3000-ért. A garást. Nem. Úgy itt már tesztvezetés. Ezzel tudunk menni egy kanyart. Az FPS. Na. Gyorsulás meg volt, a slalom motion. Jó lenne azért nem összetörni a kocsit. Oké. Okay. Ups! Tényleg volt a slalom. Jöhet a felfüggesztés. Látszik itt a lista, hogy milyen állapotú alkatrészek vannak, amiket megvizsgálunk a tesztvezetés során. És a külső kormány összekötőt és a hátsó stabilizátort kell kicserélni. És megnézzük a listát, amit az előbb néztünk. Tehát a kopogó hangot aztán tudtuk felismerni, illetve a gyenge fékhatás sem. Tehát ez a teszteljes... Nem ért semmit. Más vizsgálatokkal lehetne ezeket megalapítani.
Tehát mi válasszuk még a, mert nincsenek meg nekünk ezek a vizsgálóeszközök. OBS kiolva, OBD kiolvasóval lehetne elkülönítve hibákat megnézni. De az még kell még 600 XP, hogy ezt meg tudjuk, ezt miért szerintem a tehetetet. Ott már látszik, hogy a felfüggesztéssel van probléma. Nézzünk is bele. Ezt csak alulról tudjuk leszedni. Akkor nézzük, hogy milyen problémák vannak itt. Látszik, akkor már szellószulat jó, de már nézzük csak a listából is. Így feszik vezérműszer és vízpumpa. Na most ezt a hármat leszedjük. Igen. Ahol szíj. Akkor már szerről szívetjük, hogy biztos. Hibás volt, igen. Hát csak nézd, hogy nem érek ki egy ismeretlen hibát érti. Oké, kellett nekünk fezérmű szíjet terjen, ugye? Itt emelgett a burkolat magát van. És már másképp felfekvése van ennek a kocsinak. Másképp felszerelni. Hiányzik is, mert így legalább... Aha, ez a 10%-os. Ez a szívfeszítés rosszállapotban, úgy látom. Oké, és megint kopogó hang van a motorban, amúgy megint szét kell szedni az egész kocsit. Ja nem, most kijött, hogy kormányszerről szívott, jó, nagyon jó. Ja, mert már leszettük azt a tumót. De jó. Akkor már csak a féknél van a problémák. Akkor kormányszerről szivattyú, szívfeszítőt leszettük, vezérműszíjat leszettük, vízpumpát leszettük, igen, és akkor következő, futom ezt alulról, ezt is alulról, alulról, nem néztem, karosszérelmek is vannak. Én szorom ott az első rajta, hogy csomag tartó. Hát végül is cserélni tudunk. Lefényezés gyári színnel. Na ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Autó megszorolása gyári színnel. Nem együtt vásároljuk meg, amit itt kívülről tudunk szerelni. Na akkor volt nekünk egy olyan, hogy most elég sok dolgot kell. Kormányszervó, vízpumpa. Ha nem értem semmit, értem én, hiába gépnek. Kormány. Szervók szivattyúj. V4-es volt, ugye? Van a szervók szivattyú R4. Igen. Akkor kellett nekünk még olyan, hogy... vízpumpa. R4-es. Igen. Így feszik tőle. R4, igen. Így feszik tőle. R4-es vezérmű szíke, nehogy másik fajtát mondja meg a simát. Vezérmű. Megint nem értem semmit. Vezérmű. R4. Nagyon jó. Na mehetünk is, akkor ezeket beszereljük a gépjárművel. Már nincsen jó, most megint azon gondolkoztam, de hogy megint tétjelesen szedni. Ez volt a probléma, ez a vízpumpa, vagyis a kormányszerű oszivattyunk, és a vízpumpa szerelése. Jó, oké, jöhet a ház, jöhet a tápcsa, a feszítőgörgő,
Egy darab szív. Másik szív. Jó, és ha megnézzük, akkor ez megvan. Az éles is megvan. Akkor jöhet most már alulról való szerelés. Nem valami elő. Lejjük fel a kicsi gépjármű minket, ami jó nagy. Ahogy jól mondtam, majd jöttem jobb ezt a kocsit, azt mégis helyre kattintottam rá. Ugyan csak kipofogót kell szerelni 4500 az XP-nél. Nagyon kis munka lesz, vagyis jó rövid munka. Na, akkor nézzük meg itt a dolgokat, ezt már be is tudjuk kapni, mert itt a rosda, mert itt egy fábrikus állapotban van. A külső, igen, akkor ezen az oldalán, le kell szedni a treket. A tárcsa is. Na mindegy, mert az első csonkálvány is cserés. Úgyhogy lekapjuk a dolgokat, legalább nézzük meg az állapotát ezeknek. 55% ennek 10% volt, úgyhogy cserélni is kellett volna. Első kerék vagy helyett még egy ilyet. Akkor ezt is kiszedtük, utána jöhet a kerék vagy. És akkor itt mindent le kell kapni, mert a csonkálvány nem jön le. Ezt amúgy is szerelni kell, úgyhogy azt le is kapjuk innen. Csillapítót. Amiatt kell szedni csak. Amiért egész is hibás voltam. Plusz 56%-ok a más korlati. Na, ezt kell megadni. Dugod marad a levegőbe. Ott leveg. Na, akkor ezt le is kaptuk. Na nézzük, még gumi perselyről van szó. Ez ismeretlen. Ez is ismeretlen alapotú. Újra kell összedni a kormányművet. Akkor le kell szedni a másik kereket is. Legalább a fék hibából meglátszik, majd a hajt biztos le kell cserélni. Vagyis szerintem. Nem tudom, mi akkor lehet tovább előzni egy hármassal? Aha, tudom, megteri. Így is úgy is le kell kapni. Jó. Külső kormány összekötő. Meg egy belsőt. Amúgy is hibás a belső. Kormányű. Na miért nem tudom, hogy kikapni a kormányművet. Ja, más kormányt még a belső ott van. Vicces odaforogni a kamerával, köszönöm. És akkor most jött a kormány mi. Ez a gumi, ez jó. Aha, ez a hibás. Akkor szerintem minden hál előről kiszedtünk mindent, ami hibásnak láttunk. A hátul azt mondjuk majd hagyjuk későbbiekre. Nem akar lesz, hogy cserél az alkatrészeket, úgyhogy szerintem be is vásárolok. Azt mondja, hogy első csonkálvány A. Első csonkálvány A. Igen, akkor kellett egy... belső kormány összekötő. Az első kormány összekötő kellett akkor... külső. Kellett egy kormány még. Kellett egy nem. Gumipersejke nem kicsi. Gumipersej. Igen. Akkor ott járunk, hogy gyűjtött végtárcsa. Gumipersejt azt megvettük. Kormányművet megvettük.
De elsőt megvettük. Az ütött széktárcsa, ezt is megvettük. Ütött széktárcsa. Mind a kettő? Két darab utas volt? Aha. Első lendő, kor B. Első lengő, karpi. Miért nem látom? Alsó lengő, karpi volt író, vagy első? Alsó lengő karvén, jó. Jó. Alsó lengő karvén. Fejék tárcsa. Nem lehet visszamenni? De jó. Jó ez a kereső. Tárcsa. Kitetszik tárcsa. Kitetszik tárcsa. Főleg a sima kellett volna. Na, nem még elő vagyok, úgyhogy biztos, hogy elhízik el. Hűtött. Na, akkor dobjuk ezt is ezt a jól szétszedett gépjármű első részt. Kezdjük egy kormányművel. Egy belső, egy külső kormány összekötővel. Egy külsőre. Miért a teleszkóp? Felső tárcsa. Egy felső tányér. Igen, azt mondja, hogy régen a bújtársai. Miért a alsó lengőkorbé. Ez egy kicsit hosszabb rész lesz, belefogtam ebbe a kocsiba. Akkor már nagyjából be akarom fejezni. Festés senki jövő. Jó, jöhet rá. Mit hagytam ki? Ja. Ezt a stabilizátor összekötő. Akkor jöhet bele a kerékkocsapágy, féltengely, kerék. Jöhet a másik oldal, külső, kormány összekötő, széktárcsa, égbeték, égmereg. Dupla csavar. Mint a műtétnél, amikor mondom, hogy szikét. Törlés. Jó, akkor elméletileg megcsináltunk az első oldalt, az első részét. Két darab hűtőszéktárcsát megtaláltuk. Na, még elég sok javítani való van ezen a képjelműben. Illetve a fényezés azt nem is tudjuk megoldani, az csak majd bizonyos X-Face szint után. De én itt szeretném lezárni ezt a részt, mert már elértük a 45 percet, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. A holnapi nap GTA, a holnap után pedig folytatom ezt a részt, ezt a kocsinak a szerelését. Addig is, sziasztok!